Ismét visszatérünk a néptánc produkciókhoz. Újra láthatják a színpadon a Turai Felnőtt és Ifjúsági Néptánc csoportot Szokolik Szabolcs és Szokolik Melinda vezetésével. Most kalotaszegi táncokat mutatnak be. Kísér, meglepő módon az Agyva Banda. Thank you.
második generációs népzenész banda következik, az Emse zenekar, mely két blokkot is hozott most nekünk. Elsőként egy igazi meglepetés produkciót tartogatnak, ugyanis Szénási Tibor Toska emlékére, akitől Túra utolsó cigány prímásától, akitől nagyon sokat tanultak, az ő adatközléséből hallgathatnak meg egy összeállítást, melyben közreműködik Gyimesi vendégünk, mint egy előzetesként már itt az este hátralévő részére vonatkozóan, közreműködik az Erkula zenekar. A második blokk pedig román dallamok lesznek. Tehát ebben cimbalom szólót játszik Gólya Márton. Fogadják őket sok szeretettel. Thank you.
Kalotaszeg egy néptáncosnak annyira népszerű és kedvelt terület, hogy a mi műsorunkban is másodjára állítjuk színpadra. Mérai koreográfiában búcsúzik tőlünk a Jászberényi Barkóca Néptánc Együttes. Thank you.
Köszönjük szépen a Jászberényi Barkóca Néptánc Együttesnek, hogy megtiszteltek bennünket műsorunkkal. És most szóljon egy nagy taps majd annak az agyva bandának, amely szinte az egész műsorunkat végigkísérte, és már idén ünnepli 10. születésnapját. Két nappal ezelőtt fergeteges hangulatú mulatságot kerekítettek a Bóha Folkocsmában, ahol együtt mulattak velünk a Csíkszent Imre és a Gyimesi vendégek is. Most egy rövid műsorszám erejéig külön is hallgathatjuk őket, majd ezt követően a turai táncosok is búcsúznak, székelyföldi, egész pontosan azon belül magfalvi táncokkal. Tisztelt közönségünk, örömmel jelenthetem, hogy az első turai borverseny alkalmával a zsűri elvégezte munkáját. Igen sok finom bor került bemutatásra, nagyon-nagyon nehéz helyzetben voltunk. De eredményt kell hirdetni, az első három helyezettet tudjuk díjazni. Igen szoros küzdelemben az alábbi eredmény született. Harmadik helyezést ért el
Csoma László Turai Fehér borával. Fontos tudni, hogy 2008-as évjárat ez a bor. Nagyon finom, testes, tehát ő nyerte a harmadik helyet. Megkérnénk, hogy fáradjon a színpadra. Második helyezést ért el Hubert Zoltán a 2011-es szemelt Otelló borával. Igen, finom bor. Megkérném, hogy fáradjon a színpadra. És első helyezést ért el Tóth Péter László, karnagyúr, Furmint borával. Ez egy igazán kiváló minőségű, azt hiszem, hogy a legkritikusabb ízlést is kielégítő bor. Ha van neki elegendő, akkor javaslom, hogy kóstolják meg. Egyetlen baja van, kis hordó szaga van. Szerinte jól döntöttünk.
Augusztus végén Csíkszentimréhez tartozó Büdösfürdőn az ifjúsági napokon bemutatták ezt a műsorukat a Turai Táncosok. Mondhatom büszkén, hogy semmivel sem kisebb sikerrel. Köszönjük szépen az Agyva Bandának ezt a nagy lélegzetű közreműködést és produkciót. Egy igazi kuriózum következik. Közel 700 kilométerről, Gyimes Középlokról érkeztek vendégeink, de úgy is mondhatnám, hogy földieink, hiszen Sára Ferenc, nekünk ifjú Sára Ferenc, hiszen legtöbben itt az édesapját ismerik jól, vagy ismerték jól személyesen. Feleségével, családjával és zenekarával, az Erkula zenekarral érkezett hozzá. De hogy pontosítsak, az egyik zenekaritak szerint csak 683,5 kilométert tettek meg, hogy köztünk legyenek és bemutassák műsorukat. Pontosabban nem is egy koreográfiát, hanem igazából egy olyan fajta életformát, azokat a tradíciókat, amelyek mai napig ott élnek, és amiben ifjabb Sára Ferenc, mint a néphagyomány szerelmese, beleszeretett saját maga is, hiszen ott találta meg azt az élményt, amit gyerekkorából hozott. 1995-ben már, mint a népművészet ifjú mestere költözött Gyimes Középlokra, azóta ott él,
de mondhatom, hogy Turával töretlen a kapcsolata, hiszen számos alkalommal látta vendégül a turai táncosokat is, például az általa szervezett táborokban. Feleségével, Varga Zsuzsával közösen azon munkálkodnak, hogy az ottani hagyományok tovább éljenek néptánc, népdal, viselet szintjén egyaránt. És hát most ebből az életformából mutatnak meg nekünk a Zerkula zenekarral, amely a híres elhunyt prímás Zerkula János tanítványaiból alakult. Fogadják őket nagyon-nagyon sok szeretettel.